Sziasztok, Szandra vagyok, és ez most egy ilyen teljesen random beszélgetős mink videó lesz. Igazából nem tudtam, hogy milyen videót csináljak ma, de nem érzem magam túl jól, mert egy kicsit fáj a torkom, meg érzem, hogy lehet, hogy beteg leszek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy készítek magamnak egy sminket, amitől egy kicsit jobban érzem magam. Igazából ez nem egy ilyen nagyon extra smink lesz, bár akik régebb óta követnek, azok valószínűleg már megszokhatták tőlem, hogy én általában viszonylag egyszerű, hordható és könnyen, gyorsan elkészíthető sminkeket szoktam készíteni. Én nem vagyok egy nagyon kreatív és tehetséges sminkes, igazából sminkes se vagyok, csak szoktam sminkelni magam, szóval tőlem ne várjatok nagyon extrát, és miközben sminkelek, beszélgetni fogok veletek, hogy ne legyen annyira uncsi, és meg fogok osztani veletek egy eléggé tanulságos történetet, ami nem olyan régen történt velem. Őszintén megmondom, hogy szerintem eléggé nagy lúzer vagyok, hogy ez a dolog megtörtént velem, de hát azt mondják, hogy más kárán tanul az ember, úgyhogy ezért szeretném megosztani veletek ezt a történetet, hogy ti is tanuljatok belőle, és veletek ne fordulhasson elő ilyesmi. Bár tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy happy end lett a történetem vége, de igazából mégsem, de majd mindjárt kiderült, hogy miért. Még mielőtt nekiállnék sminkelni, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, és akkor most álljunk neki sminkelni. Mindenek előtt eltűzöm a hajamat, és felkenek egy ajakbalzsamot, ami surprise, surprise, egy EOS vagy IOS ajakbalzsam. Ez csak azért érdekes, mert akik régebb óta követnek, azok talán emlékeznek rá, hogy én 2-3 évvel ezelőtt már próbáltam ezeket az EOS vagy IOS ajakbalzsamokat, és nekem nem igazán jöttek be. Ha jól emlékszem, a mandarinosat, meg talán a mentolosat próbáltam, és nem tudom, nekem valahogy nem hidratálták eléggé az ajkaimat. És most pár napja a Müllerben voltam, és találtam egy ilyen limitált szettet, amiben 2 ajakbalzsam van, egy Vanilla Bean, illetve egy Pumpkin Spice ajakbalzsam, és 1500 forintba került ez a 2 ajakbalzsam, és egyszerűen nem tudtam ellenállni neki. És azt kell mondanom, hogy meglepően jól teljesít ez a vaníliás, úgyhogy ezt most használgatom továbbra is, de eddig tetszik. Elsőként a Bourjois Healthy Mix BB krémet fogom használni, ez a 02-es médium árnyalat. Ezt nagyon szeretem most ebben a hidegebb, szárazabb időben, mert hogy eléggé megviseli a bőrömet a hideg, és ez a Bourjois BB krém, ez ad egy ilyen egészséges ragyogás a bőrnek, amire most igencsak szükségem van. Nem biztos, hogy fogom mondani minden egyes terméknek a nevét, amit használok, viszont mindegyiket beírom a videó alatti leírásba, szóval, hogyha valakit érdekel, akkor ott biztosan meg tudja majd nézni. Szóval a történet, amit szeretnék elmesélni nektek, arról igazából meséltem már nektek előző videóban, vagy legalábbis említettem, hogy elhagytam néhány iratomat. Ez úgy derült ki, hogy vettem magamnak a Reserve-ben egy pénztárcát, és mikor tettem bele át az irataimat, akkor feltűnt, hogy nincs meg a jogosítványom és az adókártyám. Hát gondoljátok, hogy nem örültem neki, mondjuk az legalább jó volt, hogy nem a fontosabb irataimat hagytam el, mert ugye hát az adókártyámat nem sűrűn használom, illetve hát mostanában a jogosítványomat sem. Ettől függetlenül természetesen nem voltam boldog, hogy nincsenek meg, úgyhogy elkezdtem keresni őket, feltúrtam az egész lakást, és tényleg mindent átkutattam, de egyszerűen nem találtam őket sehol. És igazából el nem tudtam képzelni, hogy hol lehetnek, mert ugye ezeket nem nagyon vettem elő a pénztárcámból soha, tehát azt így nem tudtam elképzelni, hogy mondjuk utcán elhagyom őket. És ahogy így gondolkodtam, hogy hol jártam az előző napokban, hogy mégis hol hagyhattam el őket, vagy hol lehetnek, eszembe jutott, hogy
Néhány nappal előtte vettem egy pénztárcát a Müllerben, amit mutattam is nektek Insta Story-ban. Szóval vettem egy pénztárcát a Müllerben, és hazahoztam, átpakoltam bele a cuccaimat, de amikor benne volt már minden, rájöttem, hogy nem férnek el benne kényelmesen a cuccaim, mert túl sok kártyám van, és így alig tudtam összezárni a pénztárcát. Úgyhogy kérdeztelek is titeket Insta Story-ban, hogy nem tudjátok, hogy a Müllerbe vissza lehet-e vinni ilyesmit, hogy visszaveszik-e, és többen is írtátok, hogy igen, vigyem a blokkot, és gond nélkül vissza fogják venni. És így is lett, elvittem a Müllerbe a pénztárcát, vittem a blokkot, visszavették, én meg levásároltam az árát, és hazamentem boldogan. Úgyhogy utána szépen visszapakoltam mindent a régi pénztárcámba, és ugye pár napra rávettem a rizöldös pénztárcát, és amikor abba átpakoltam, vettem észre, hogy hiányzik a jogsim meg az adókártyám. Na most képzeljétek el azt a fejet, amit akkor vágtam, amikor rádöbbentem, hogy valószínűleg a jogsim és az adókártyám abban a pénztárcában maradt benne, amit én visszavittem a Müllerbe. Eléggé ideges voltam saját magamra, úgyhogy ahogy a férjem hazaért, átrongyoltam a Müllerbe. Oda mentem a pénztároshoz, és megkérdeztem tőle, hogy nem találtak esetleg az elmúlt napokban egy jogosítványt és egy adókártyát, vagy nem adta le itt valaki nekik. Mondta a pénztáros, hogy hát sajnos nem tudnak ilyenről. Viszont én meg úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy nem etették ki azt a pénztárcát, amit én visszavittem, mert ha ott van az a pénztárca, amit én visszavittem, akkor valószínűleg ott lesz még benne a jogosítványom meg az adókártyám is. Úgyhogy szépen hátra mentem a pénztárcákhoz, és volt ott kettő darab ugyanolyan pénztárca, mint amit én is vettem, és kinyitottam mindkettőt, jó alaposan átnéztem minden egyes kis szegletét, de sajnos nem volt benne egyikben sem a jogosítványom és az adókártyám. Azt gyanítottam, hogy valaki valószínűleg megvette azt a pénztárcát, amit én visszavittem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy várok még egy-két napot, hát ha észreveszi, hogy a pénztárcában, amit vett, van kettő darab oda nem illő kártya. De mivel egy-két nap után sem jelentkezett senki, hogy megtalálta az irataimat, így kénytelen voltam újakat csináltatni, ami bizony pénzbe kerül, mert hogyha elveszted a jogosítványodat, annak 3000 forint a pótlása, illetve az adókártyának is 3000 forint a pótlása, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam ettől, és büszke voltam magamra, hogy ilyen felesleges kiadást csináltam magamnak, de hát úgy voltam vele, hogy mindegy, most már akkor lesznek új irataim, el van intézve a dolog. Aztán pár nappal később kerestem a tajkártyámat, mert hogy mentem bérvételre, és a biztonság kedvéért én mindig megnézem, hogy nálam van-e, bár a legtöbb helyen már nem is szokták kérni, és nem találtam a tajkártyámat. El nem tudom mondani nektek, hogy mit éreztem, amikor rájöttem, hogy a tajkártyám sincsen meg. Gondoltam, hogy valószínűleg a tajkártyám is abban a pénztárcában maradt. Marhára örültem neki, elmentem új tajkártyát is csináltatni, ami újabb 3000 forintomba került. Ez benne is volt az egyik előző vlogomban. Szóval csináltattam új jogosítványt, új adókártyát, új tajkártyát, és ezek után nem fogjátok elhinni, hogy mi történt. Elmentünk vásárolni egyik nap a Müllerbe, és kellett vennem ilyen gumit, amit tudjátok, nadrágba lehet befűzni, mert hogy Lilinek van pár olyan nadrágja, aminek bőre a dereka, és ezekbe szerettem volna gumit fűzni, hogy szorosabb legyen, és ne essen le róla. És a Müllerbe mentünk be, mert hogy ott van ilyen. És ezek a gumik, meg ilyen varró cuccok a Müllerben leghátul vannak, onnan nem messze, ahol a pénztárcák is vannak. Megvettem a gumit, ami kellett, és valamiért támadt egy olyan gondolatom, hogy oda megyek a pénztárcákhoz, és azt hiszem nem véletlenül jött ez a gondolat, mert hogy oda mentem a pénztárcás részhez, és megfogtam egy pénztárcát, ami ugyanolyan volt, mint amit én is megvettem, kinyitottam, benéztem az egyik belső zsebébe, és ott volt a jogosítványom, az adókártyám
és a tajkártyám. És mindez azután történt, hogy mindegyikből csináltattam újat magamnak. Hát én konkrétan elkezdtem röhögni kínomban, mert egyszerűen nem tudtam már csinálni ebben a szituációban. Mentem oda a férjemhez, a pénztárcával, meg az irataimmal a kezemben, és mondtam neki, hogy nem fogod elhinni, hogy mi történt. Itt vannak az irataim. Azért a férjem feje is megért egy misét, amikor meglátta, hogy megtaláltam az irataimat. És igazából annyira hülye voltam, amikor visszamentem a Müllerbe, hogy ugye megkérdezzem, hogy nem találtak-e jogosítvány meg adókártyákat, mert nem ezt kellett volna megkérdeznem, hanem azt, hogy itt van-e még az a pénztárca, amit én visszahoztam néhány nappal ezelőtt. Szóval, hogy igazából annyira dühös vagyok magamra, hogy el nem tudom mondani nektek, hogy ez így ebben a formában megtörténhetett. Komolyan mondom, hogy ez egy annyira béna sztori, hogy ha nem velem történik meg, akkor el sem hiszem, hogy ilyen történhet valakivel. Szóval annyira abszurd és nonsense. Komolyan. Nem is tudom, hogy hogy lehettem ennyire figyelmetlen. Amúgy azon is gondolkodtam, hogy még az a szerencse, hogy utána vettem ugye egy pénztárcát a Reserve-ben, mert hogyha azt nem veszem meg, és nem pakolom át abba az irataimat, akkor lehet, hogy fel sem tűnt volna x hónapig, hogy nincs meg se a jogsím, se az adókártyám, se a tajkártyám. És mondjuk milyen ciki lett volna, hogyha veszetek valahol autóval, igazoltatnak, és hoppá, hol van a jogosítványom? Hogy mi a történetnek a tanulsága, azt nem tudom. Vagyis de, ne legyetek ilyen lúzerek, mint én. Amúgy igazából az volt a baj, hogy mivel ahogy mondtam, az a Mülleres pénztárca kicsi volt az én sok kártyámnak, így a adókártyát, a jogosítvány, meg a tajkártyát egy olyan részében raktam el a pénztárcának, ami tökre el volt dugva, és pont azért ezeket tettem oda, mert ezeket viszonylag ritkán használom. És valószínűleg emiatt, amikor ugye kipakoltam belőle, hogy visszavigyom a pénztárcát, akkor nem vettem észre, hogy ezek benne maradtak, mert hogy nem látszottak ki abból a kis rekeszből, ahova betettem őket. Szóval léci, nyugtassatok meg kommentben, hogy veletek is történt már hasonlóan béna vagy szerencsétlen eset, mert komolyan én annyira elkeseredtem, hogy hogy lehettem ennyire figyelmetlen, ez annyira nem jellemző rám, és ez most így eléggé érzékenyen érintett, hogy ez így megtörténhetett. A sztori itt véget ért, viszont én még azért befejezem a sminkemet. És igazából ennyi lett volna ez a mai videó. Mondtam nektek, hogy ez most csak egy ilyen random, sztorizgató, sminkelős videó lesz, de azért remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok lájkot, kommenteljetek, és találkozunk következő alkalommal is. Legyen szép napotok, sziasztok!